Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Kolostyák Gyula, a Birkafőző Fesztivál, a Birkafőző Verseny ötletgazdája egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a televízió nézőket. Ugye ismét június van, megint eltelt egy év, megint itt van előttünk a Birkafőző Fesztivál, 15 évvel ezelőtt elkezdődött valami, elindult valami a városunkban, ugye akkor néhány ember birkát főzött a múzeumparkban, az ön ötlete nyomán gondolták-e akkor, hogy idáig fog fajulni ez a dolog? Hát az az igazság, titokban reménykedtem ebben. 36 nevezővel indult ez a verseny 99-ben, és hát akkor én úgy gondoltam, hogy mutassuk meg országnak, világnak, hogy milyen a karcagi birkapörkölt, hiszen mi másra lehetnénk büszkék, mint a birkapörköltünkre, hiszen akkor már híres volt, de azért próbáltunk erre rásegíteni, és hát ugye az évek folyamán azért bebizonyosodott, hogy a város segítségével, illetve azoknak a civil szervezeteknek a segítségével, sok önkéntes emberrel karöltve, ugye, hogy messze el lehet ezzel jutni, messze híressé lehet lenni ezzel a mi lehet ételen. A titka azért ennek a fesztiválnak? Ugye én gondolkoztam tegnap, mikor készültem erre az interjúra, hogy van ugye, nem kell messzire mennünk, halasnapok, akkor szegedi, szintén halászlé fesztivál, akkor Békés Csabán van ugye a kolbász fesztivál, tehát ez mind olyan étel, ami olyan általános, hogy úgy mindenki szereti, mindenhol ott van, de birkát, jót, azt ugye tudjuk, hogy itt főznek Karcagon, biztos van olyan tájegység, ahol nem annyira a szájízük szerint főzzük mi a birkát, egy picit talán, mert ilyet hallottam például Pesten is, hogy hát egy kicsit olyan erős az íze, és mégis egy ekkora rendezvény lett belőle, hogy több ezren, a tízezret megközelíti a résztvevők száma. De én szerintem, tehát térjünk vissza a gondolat első részére, az, hogy ugye miért lehet sikeres ez a rendezvény. Én úgy gondolom, azért lehet sikeres, mert itt ez a gyökerekből táplálkozik, és én azt látom, hogy nagyon sok helyre járok zsűrizni, fellépni, énekelni, vagy mint általában csak vendég. Nyilván szervezői szemmel is nézem azokat a fesztiválokat, rendezvényeket, főleg a gasztronómiai rendezvényeket, hogy akkor sikeres és akkor érzik magukének az emberek azt a rendezvényt, hogyha valahol a gyökerekből táplálkozik. Tehát itt annyira nagy hagyománya volt a birkapörkölt készítésének, fogyasztásának, hogy nem is lehetett más ételre gondolni, mikor egy országos versenyt hirdettünk, hogy csak is a birkára. Hát ez egyértelmű. És ugyanez van Békés Csabán, hogy ez a kolbász kultúra, én csak így hívom, a kolbász kultúra annyira erős, hogy ott azért van ez a nagy zarándoklás. Nyilván, hogy egy nagy városról van szó, és hogy a környékbeli, ott a környékbeli, úgymond tót települések, én csak így hívom, tehát hogy a felvidékről betelepített emberek hozták magukkal ezt a kolbász készítésnek, illetve a disznóságnak a feldolgozásának a szeretetét, hagyományát, és azért tudott az ott megerősödni. Hát ugye a Békés Csaba és az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye. De így van ez máshol is, ahol valamilyen fajta hagyomány van, például Szolnokon a Gulyás Fesztivál, hogy óriási tömegek zarándokolnak el, cégek kitelepülnek, baráti társaságok érkeznek, akik főzik a gulyást, mert ott egy alföldi étel tipikus, és hát Szolnok ugye a megyének a legnagyobb városa, és ezért lehet sikeres. Általában én ezt látom. A másik maga az étel, hát nyilván ez egy nagyon speciális itt Karcagon, azt is tudjuk, hogy a nagykunságon belül is Karcagon egy nagyon speciális, ezért kerülhetett fel a Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére, ezért kapta meg a hírvédjegyet, és most ugye felkerült a Hungarikumok listájára, mint maga az étel, és ez most nem a főzésnek a módjáról szól, hanem magáról az ételről, mert ugye van egy végtermék, amikor már leül az asztalhoz az ember, megkóstolja és ízlik neki, és hogy mitől ilyen finom, hát nyilván annak megvannak a hagyományai, meg elkészítési fortéjai. Ugye a múlt héten Hungarikummal nyilvánították a karcagi birkapörkölt főzését, főzési hagyományát. Ezt önök hogyan értékelik, karcagi birkafőző emberek? Hát mindenféleképpen ez egy nagyon nagy dolognak tartom, és mondom, tehát most itt nem a hagyományt nézték elsősorban, hanem magát az ételt. Az, hogy az hogy vezet oda, mert nyilván ez is egy nagyon szorosan hozzátartozik ahhoz, hogy ez az étel ilyen legyen, illetve ilyen íze legyen. Én a Birkafőzők Egyesületének alapító tagja vagyok,
és ott is elég komoly szinten foglalkozunk most már ezzel, hogy hogyan tudjuk propagálni, népszerűsíteni a karcagi birkapörköltet, és mindannyian örülünk ennek, sőt, mint nagyon sok gratuláció érkezik a közösségi oldalakon, meg magánszemélyek állítanak meg, és mondják, hogy hát hallottuk, hogy hungarikum lett a birkapörkölt, többen felhívtak ez ügyben, és nem csak mi karcagiak vagyunk erre büszkék, hanem szinte aki a gasztronómiában úgymond jártas, és szereti a birkaételeket, főleg azok az emberekről van azért szó, azok úgy érzik, hogy ennek az ételnek ez egy nagyon nagy elismerés, és magának a magyar gasztronómiának egy elismerés, hiszen újabb étel került a hungarikumok listájára. Az egyesülettel, a baráti körükkel most már ugye egyesület, igen, találkoztak-e az úta? Volt-e erről eszmecsere a hungarikum nyilvánításról? Hát közösségi oldalakon, telefonon váltottunk szót, én tagtársaimmal többen. De ezt tudták egyébként előre? Hogy hungarikum lesz? Igen. Nem, hát azt, hogy hungarikum lesz, azt nem tudtuk. Aha. Azért sejtésünk, aha, volt, hogy mégis reméljük, hogy ez az étel megfelel ezeknek a kiírásoknak. Hát volt egy beadvány, amit ugye fel kellett terjeszteni a Hungarikum Bizottság elé, és az alapján, a szempontok alapján egy kis előadást tartott Sinka István, egyesületi tagunk, illetve hát az előbb ugye Csontos Gyuri volt itt a vendég, ő mondta el, hogy a fia készítette az ételt, meg is kóstolhatták, tehát meg hát előtte ugye a hagyományok ízek régióknak a listájára felkerült. Ez mondjuk egy ilyen előszobája volt a Hungarikumnak, hogy ezt megkapjuk, és hál' Istennek a bizottság is úgy döntött, hogy megérdemli ez az étel azt, hogy Hungarikum legyen. Tehát akkor nem volt még örömfőzés az egyesületben? Nem volt, visszatérve az eredeti kérdés, egy kicsit elkanyarodtam. Most pénteken lesz egy egyesületi taggyűlés, nyilván, hogy ez is az egyik témánk lesz, hogy ezt kivesézzük, hogy akkor hogyan is zajlott, ez lesz egy beszámoló, hogy mi történt a bizottsági ülésen, és de mondom, előzetesen ezt már azért megelőzte egy-két telefon, meg szóváltás, hogy hogyan történt, miként történt. Azt hiszem, hogy előttem levő vendég is mondott erről dolgokat, tehát mindannyian örülünk, ez a lényeg, hogy ugye most a 15. birkafőző fesztiválra kerül sor az idén. Elindultunk onnan, hogy 36 nevező volt 1999-ben. Azóta ez a fesztivál már több ezer fős látogatottságúra nőtte ki magát, ugye ezt már nehéz koordinálni, kézben tartani. Ugye tudjuk, hogy tavaly óta a főszervezője a rendezvénynek a Dériné Kulturális Központ lett. Önnek, mint ötletgazdának milyen feladatai lesznek az idén, vagy vannak, mert ugye nem most kezdődött el ez a feladatmegoldási projekt? Igen, már több előzetes körben összeültünk a szervezőgárdával. Én személyesen a birkafőző versenyért vagyok felelős, főleg az, hogy a helyszínen, illetve előtte itt a múzeumparknak a berendezésekor, illetve a helyek elfoglalásakor, hogy mindenki a megfelelő helyre kerüljön, illetve a szakmai zsűrinek a koordinálása, szervezése, irányítása, díjátadás, meg hát úgymond a művész vénámat, ha tekintve a Magyar Nóta műsort is ugye én szerveztem. Erről tehát majd beszélünk mindjárt egy picit részletesebben. Az idei fesztivál már pénteken délután kezdetét veszi, ez hogyan érinti a főzőket? Hát a főzőket ez úgy érinti, hogy célszerű az egy kicsit hamarabb bepakolni. Mert ugye azt tudjuk, hogy mindig péntek este van a zsizsegés a múzeumban. Igen. Végül is a péntek, én mindig azt mondtam magam, péntek az a pakolós nap, mert általában, ha volt is pénteken program, akkor nem ott a helyszínen. Most idén ez változott. Ugye a igazgató úr úgy gondolta, hogy talán érdemes lenne péntek délután is programot csinálni a múzeumparkban. És én arra biztatnám a főzőket, hogy azért mindenki foglalja el a helyét időben, aki már előzetesen pakolni akar, nyilván erre van szombaton is lehetőség hajnalban, csak akkor egy kicsit macerásabb, körülményesebb, tehát lehetőleg délután 3 óráig foglalják el a helyet, állítsák fel a sátrat, amit gondolnak, esetleg olyan eszközöket vigyenek oda a főzőhelyükre, és akkor átadhatják magukat a szórakozásnak. Mit kell tudnunk, milyen kategóriákban lehet az idén főzni? Hallottam így félfüllel, de nem vagyok benne biztos, hogy csak birkát lehet az idén főzni.
Hát igen, ez valamikor, ugye, amikor még két napos volt a rendezvény, már a főző verseny, egyik nap csak birkát letett, a másik nap népi ételek, meg diák birka főző verseny volt. Tehát idén, mivel egy napos a főző verseny, tehát maga a főzési nap, inkább úgy mondom a főző nap, így csak birkára koncentráltunk, mert ha most úgymond szabadjára engedjük a képzeletet, hogy ki milyen ételekkel tudna jönni, egyszerűen nem férnének el, tehát nem tudunk fogadni más ételt. Tehát sokan próbálkoztak most is töltött káposztával, meg nem tudom mikkel, pacal, egyebekkel. Én mindenkit azt mondom, kérem, ez birkafőző verseny, tessék birkát főzni. Az, hogy most az pörkölt, vagy esetleg birkasült, mert az is birka étel, vagy egy káposztás birka, vagy valami birka étel különlegesség, ez nyilván ez belefér a pakliba, de birka legyen. Állítólag a helyfoglalások az idén rekordsebességgel zajlottak. Hát első nap, mikor föl lett téve az internetre, akkor már több mint fele, vagy háromnegyed része már el is fogyott a nevezési helyeknek. Én ma néztem, azt hiszem, hogy három hely volt talán még szabad. Talán még három hely, egy kicsit szélén a rendezvény területének, de hát ugye azt a részt is be kell lakni, mert tudjuk, hogy mennyire szűkös a hely. Hány eladó, úgymond eladó hely volt, vagy kiadó hely volt az idén? 174, de ettől több főző hely van, mert vannak szponzori helyek, ugye, akik a múzeumparkon belül kaptak helyet, mert szponzorálják a rendezvényt, ők is szeretnének főzni, vannak olyan cégek is, akik szeretnének főzni, és szponzorok. De vannak olyan kiemelt főzők, akikre egy kicsit oda kell jobban figyelni, például Szőke András jön majd főzöcskézni, akkor a testvérváros településről jönnek ugye főzők, akik ott szeretnének lenni egy kicsit a központba, hogy rájuk essen a figyelem, tudjanak ismerettségeket kötni, hát nyilván messzeföldről ide vándorolnak, akkor egyik célja ez is a rendezvénynek, hogy ismerkedjünk, barátkozzunk azokkal az emberekkel, akiket esetleg ritkán találkozunk velük, vagy még nem ismerjük, vagy fontosak számunkra. Tehát ilyen lehetőség van. Kellett-e bővíteni a főzőhelyek számát, vagy a tavalyival ez körülbelül hasonló? Azonos, tehát nem azonos. Bővítettük, mert egyszerűen bedugul a rendezvény, tehát hogyha... Tehát akkor nem lesz olyan, hogy esetleg jövőre még ott tovább az orvosi rendelőnél. Egyszerűen nem tudjuk, képtelenség, mert hát tényleg az a József Attila utcai rész van, ahol talán még lehetne, de mivel ott van az orvosi rendelő, oda nem célszerű telepíteni főzőket. Akkor más utca szakaszokon ugye kiesik a rendezvény vérkeringéséből, nagyon macerás lenne magánházak elé főzőket telepíteni, mert így is van egy-kettő, de olyan határeset, tehát ahol még talán az útpatkán elférnek, még egy autó is elfér mellettük. Tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve nem bővítettünk. Honnan érkezett a legtávolabbi nevezés? Átnézték-e már ilyen szempontból? Hát, megmondom őszintén, én átfutottam, mire most így konkrétan nem néztem meg, hogy ki honnan érkezik, de majdhogy nem a tavalyi gárda, akik itt vannak, azok majdhogy nem mindenki itt van, és hát nyilván újultak nevezések, mert hallottak a rendezvényről, hát Bácskos Udvarról jönnek, azt tudjuk, az elég messze van, szóval úgy tudom, hogy Erdélyből is érkeznek főzők, tehát ezek talán a legtávolabbi pontok. Ha jól tudom, akkor a nevezések körül voltak változtatások. Igen, mert amióta ez a diszkóbaleset volt Pesten, azóta egy kicsit a tűzvédelmi vagy rendészeti szabályok ez a baleset ugye felülírta, és azóta a rendezvény szervező cégeknek vagy szervezeteknek jobban oda kell figyelni azokra a biztonsági dolgokra, amit most már le is fektettek írásban, és nagyon szigorúan vesznek. Így van az, hogy bizonyos ülőalkalmatosságokat össze kell, hogy kössünk, hogy ne legyen az megmozdítható, hiszen a 200 férőhelynél nagyobb a befogadó képessége annak a területnek, és ez mindegy, hogy most szabadtérről van szó, le kell rögzíteni. Tehát nagyon olyan megnehezíti a szervezést ez, hogy ezeknek az előírásoknak megfeleljen az ember. A főzők részéről annyiban fontos ez, hogy most idén tűzoltókészüléket kell minden egyes főzőnek biztosítani a főzőhelyhez,
hiszen a tűzvédelmi szabályok ezek így módosultak, hogy ez előírás, és ezt be kell tartani, be kell tartatni. Ha jól tudom, akkor egy nevező két helyet foglalhatott? Tehát gondolom ez is valami a határok feszegetése miatt volt erre szükség. Egy nevező egy helyet foglalhatott, egy főzőhelyen kettő birkát főzhet, tehát két lábast vagy két főzőedényt helyezhet el. És hát igen, mert voltak olyan főzők, akik több főzőhelyet is lefoglaltak. Idén erre igazán nem nyílt lehetőség. Nyilván a nevezési lapon, hogyha megnézik, vagy a térképen, vannak olyan főzőhelyek, amit egy név alatt szerepel, de nem az az egy illető fogott főzni, hanem valamelyik családtagja, vagy ismerőse, barátja. Tehát ez ne tévesszen meg senkit. De egyébként ez ki van zárva, hogy... Mikor tart tájékoztatót, vagy tartanak tájékoztatót a főzőknek? Ez 26-án szerdára esik, 18 órakor a Múzeum Parkba várok minden főzőt, vagy érdeklődőt, aki erre kíváncsi, hogy mik a változások, ott konkrétabban el tudjuk ezt mondani, be tudjuk járni a helyszín, mint minden évben, és akkor még azokat az apró igazításokat helyre lehet tenni, amit esetleg kérdések, vagy ott a helyszínen problémát okoznak. Mit kell tudnunk a zsűrizésről? A zsűrizés az ugyanúgy megy, mint eddig, tehát 12 és 13 óra között kell, hogy elkészüljön az étel. Reggel körbejárnak a diákok, akik viszik a műanyagtálakat a sorszámokkal, és akkor azban be kell küldeni a mintát a zsűrihez. A zsűri az a Kovács Mihály általános iskolának az aulájában van, tehát oda kell behozni, ott átveszik tőlük, és arra hívnám még fel a figyelmet, hogy azért elég népes zsűri lesz. Egy asztalnál 8-10 fő fog ülni, ugyanúgy szekciókra van osztva a zsűri, és szeretné mindenki megkóstolni az étel, tehát annyit mintát küldjenek be egy tálba, de egyébként ezt általában a karcagiak ezt már tudják, hogy mindenki meg tudja kóstolni. Nagyon fontos dolog. Ki lesz a zsűri elnöke? Benke László, négyszeres olimpiai mesterszakács, így van. Ő már örök bútor darab itt nálunk, hiszen vele kezdtük a rendezvényt, és azt hiszem két alkalommal nem tudott itt lenni. De hogy jött akkor Laci bácsi a képbe? Hogy jött ez az ötlet? Hát ez úgy jött ez az ötlet, hogy akkora, úgymond TV2-nő volt az egyik legnépszerűbb séf. Én arra gondoltam, hogy ha első alkalom, legyen ez egy nagy duranás, és akkor kooperáltam félig meddig a TV2-vel, hiszen a Dáridó produkció volt akkor itt, az esti ilyen külön program. A Laci bácsi, ő mint sztárséf, akkor került ugye a képbe, megkerestük személyesen, és hát ugye így megegyeztünk, hogy elvállalná egy kicsit ennek a rendezvénynek a reklámarcát, illetve segítene nekünk ebben a rendezvényben, hogy hogyan megy ez a zsűrizés. Tehát akkor első évben átbeszéltünk, és hát ez a barátság azóta is tart, és meg is tartottuk őt zsűrielnöknek, meg kicsit szakmai tanácsadónak. Önt ugye nóta énekesként is nyilván tartjuk, számon tartjuk itt nem csak a városban. Mondjon valami jót, valami jó hírt a nóta kedvelőknek a Birkafőző Fesztivállal kapcsolatban. Igen, jó kis nóta műsor lesz. Mit lehet tudnunk, mert a részletes programot még szerintem senki nem ismeri. Jön egy cigányzenekar, ők most úgy hívják magukat, hogy Csepeli Virtuózok, egyébként nagyon neves zenészekből álló társasága, Suki András Prímás vezetésével, és nóta operett énekeseket hívtam, akik garantálják a jó hangulatot. A Dóka Zsuzsát, Szeredi Krisztinát, illetve a Bősi Szabó Lászlót, illetve a Szabó Sándort. Ők lesznek a fellépők. Hát én ilyenkor nem vállalok. Általában volt már, mikor azért beleestem ebbe a dologba, mert biztattak az emberek, hogy nagy Gyula, akkor te is énekelj valamit, de ilyenkor örül az ember, hogyha a rendezvényt kipipálhatja, hogy tényleg lement a verseny, a díjátadás, és utána egy kicsit felszabadul az ember. Hát nem tudom, hogy lesz-e kedvem nótázni. Időjárás szempontjából nézik-e már az időjárás előrejelzéseket, vagy még felesleges, mire számíthatunk? Bár nem, azt szokták mondani, hogy nem mondjuk ki, hogy rossz idő lesz-e, nem lesz, mert akkor bevonzuk. Ugye volt már rá példa, hogy az hát időjárás katasztrofális volt, ez egyszer volt. Sokan sírtunk szerintem aznap, de most mire számíthatunk? Hát igen, akkor ilyen gumicsizmás közlekedés volt, akkor a Múzeum Park elég síralmas állapotba került, sőt, még a következő évben is volt eső. De az már nem volt annyira veszélyes, de az
az akkor nagyon, hogy ma kritikus volt. Én megmondom őszintén, ezzel nem igazán foglalkozom. Akkor héten szoktam nagyon-nagyon figyelni, hogy csak jó időt mondjam hétvégére, és úgy fohászkodik is egy kicsit, de hát így előre nem lehet tudni, hiába mondanak akármit, mert tehát ez az időjárás, tudjuk, hogy milyen. Tehát... Mindegy, én szerintem, amikor annyira rossz idő volt, a hangulatot nem nagyon befolyásolta. Reméljük, hogy az idén egyáltalán nem befolyásolja a hangulatot. Reméljük. Egy szuperbirka főző fesztiválon fogunk majd akkor találkozni. Addig is jó munkát, jó szervezést, és akkor meg majd találkozunk. Utána meg majd összesítünk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.